Akkor megkérdezték tőle, ki vagy te? Ki és vagy-e te? És felele, nem vagyok. Próféta vagy-e te? És felele, nem vagyok. Akkor ki vagy, hogy meg tudjunk felelni azoknak, akik minket elküldöttek? És mondá, én a kiáltó szó vagyok a pusztában. János evangéliuma, első rész. Két keserűen tenneje már, hogy szemünk nyugodt felé néz. Láttuk, hogyan hanyatlott le otthon alatt. Reménykedő, bízó, sóvárló és fájú szemünk nézte, hogy a könnyünk csapdult fiattól. Mert a nap csak haladt lefelé, hanyatlott egyre, eleinte lassan, azután gyorsabban, végül lebukott, és az égen csak a vérben is feléget maradtunk. Most már megdörzsölhetjük szemünket. Egyelőre nincsen tovább. Ez a nap lebukott, ennek vége. És arcunkról betöröltük a könyvet. Még a nyugodt. Valahol aláírtak valamit. Valahol megalkuttak valamit. Valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre. Ahová magunk erejével, ezeresztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk, a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába. Onnan dobtak le minket. Tudjuk. Végizásmunk összetépve, fegyverünk csorba, lelkünkön nincs. De tudom, talpra kell állnunk mégis. Tudom, újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz munkát. Tudom, vágni fogjuk még vadsziklába az utat, melyen egy kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk, újra csak fölfelé. Haj! Látjuk, és tudjuk immár, mert valóság. A régi Magyarország nincsen többé. Fél század, ahogy megtestesült az ezeresztendős álom. Az a Magyarország, amelynek fejére Párizsban mondották ki az ítéletet. Nem kérdezték, akarjuk-e. Mi pedig mai napig nem akartuk elhinni, hogy ez megtörtént. Hogy ez megtörténhetett. Hittük, hogy az örök időkre a milyen. Úgy, ahogy azt mi magunknak alkottuk meg. Most aztán kisült minden. Két esztendő keserű várakozása. Dermed álma után megtudtuk, hogy minden, amiben hittünk, bíztunk, reménykedtünk, déli bálod. Megtudtuk, hogy a nap nem ott kell fel, ahol lenyugodott. Valljuk be, a mi hitünk nagyon csalódott. Egy félszázados, szépséges útra eresztették le a sorompót, hogy tilos. Ezeresztendős erdélyi szerszámainkkal próbált ősi erőnkkel új tagat. Régi szerszámokkal új fegyvereket kell kovácsolni. A leakadtaknál, az összetörteknél, a kezünkből kicsavartaknál jobbakat. Építenünk kell! Fogunk hát építeni új, erős várakat. A régi Istennek, az egynek, az igazságosnak, az erős Istennek, aki idekerült egykoron titkos Ázsiából minket, és akit mi is megvédelmeztünk magunk. Hát eltemették a régi Magyarországot. Szép temetés. Sírját beültették virágokkal, és fejtől hímes fejfát szúrtak, hogy akik élünk még, sírhassunk és sírjunk, és ne merjen eszünkbe jutni az élet. De örökké lássuk a dombot, és a virágos dombon a hímes, csillagos, buzogányos fejfát.
minket még a temetésre sem hívtak meg. Belenyugszunk, mert bele kell nyugodnunk ebbe is. És hitünk örök életünkben. Elindulunk új utunkon, de magunkkal visszük a nagy temetés emlékét, és egy kilánkot, egy keresztre feszített ország keresztjét. Kérdez rendelje, hogy sokan közülünk imádkozni tanultak, és sokan álkozott is. És sokan álmodozni, és sokan megtanultak sírni is. De a legtöbben a vizeket néztük, a mi vizeinket, akik harsokra sietnek hegyeinkből lefelé ki, az Alföldre. Sokan néztük a vizeket, és közülünk sokan el is indultak a vizek mentén, le a hegyekből, ki, arra, napnyugat felé, hogy onnan soha vissza ne jöjjön.